Vox kamerát a kamarakórus az év eleje óta Hozák Margaréta vezetésével működik. Az eddigi tapasztalatai jók. Mivel a kórus azelőtt több mint egy évig nem próbált, szükség volt a sok gyakorlásra. Nem profi kórusról beszélünk, de vannak képzett hangok a kórusban, tehát aki tanult, vagy tanul énekelni, úgyhogy azért az érezhető. És azt gondolom, hogy akinek hallása van, aki együtt tud működni a karnaggyal, és azt a hangképzést is magáévá teszi, azért lehet azonnal hangon igazítani. A Szent György kórus önállóan 6 számot adott elő a rendezvényen. Az énekkar szélesebb repertoárt tudott bemutatni a zenevilágnapi alkalmából, mint más alkalmakkor, mert ebbe több minden belefért. Volt klasszikus és egyházi dal, népdalfeldolgozás és musical részlet is. Megpróbáltunk egy olyan projektet létrehozni, ahol be tudjuk mutatni, hogy a zene, az énekelt zene, a kórus zene mennyire sokszínű tud lenni. Nekem személy szerint egy nagyon régi álmom valósult most meg, mert régen szeretünk volna egy nagy dunaszerdahelyi énekart összehozni. Ha nem is állandóra, de egy koncert erejéig ez most sikerült. Az ötletgazda, a Vox Kamerata tagja Miske Tamás volt. Ő kezdeményezte, hogy a Zene Világnapján Dunaszerdahelyen is legyen rendezvény, a Szent György kórus pedig rögtön vevő volt az ötletre. Mindenképp szerettünk volna egy olyan fellépést csinálni idén, ahol mindkét énekkar a színpadra tud lépni együtt. Kerestük azt a alkalmat, hogy mikor tudnánk ezt együtt megcsinálni. Na most a Zene Világnapja, ez egy tökéletes alkalom arra, hogy a két kórus egymás mellett álljon és együtt énekeljen a színpadon.